Egyelőre nem dőlt meg az országos áramfogyasztási rekord, de ha tartós lesz a hőség, akkor a csúcsterhelés megközelítheti a júniusi rendszerterhelési csúcsértékeket is. A korábbi években a magasabb téli és alacsonyabb nyári csúcsterhelés egyre inkább megközelítette egymást, ennek oka elsősorban a klímaberendezések terjedése. Előfordul, hogy egy-egy rövidebb időszakra, néhány napra a téli fogyasztást is meghaladja a nyári felhasználás. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szolgáltató, az országban összesen 2,5 millió ügyfelet kiszolgáló E.ON ZRT-nél is érzékelték az elmúlt napok megnövekedett áramfogyasztását. Általánosságban azt el tudjuk mondani, hogy tartós hőség esetén egy-két nap után határozottan érezhető a megnövekedett energiafelhasználás, részben a hűtési rendszerek, klímák használata miatt, illetve az is egy érdekes szám lehet, hogy egy fok átlag hőmérséklet emelkedés 0,7%-os áramfogyasztási emelkedést jelent. Egyébként az E.ON szolgáltatási területén az eddigi tapasztalatok alapján az ilyen hőség átlagosan napi 8% körüli energiafelhasználást, többletenergiafelhasználást eredményezett. Ebben az időszakban nem ritkák a hosszabb, rövidebb áramkimaradások sem a túlterhelés miatt. A hőség riadó ideje alatt a szolgáltató az előre betervezett üzemszüneteket is elhalasztja, annak érdekében, hogy a hűtéshez szükséges villamos energia rendelkezésre álljon a lakosság számára. Ebben az időszakban, ilyen kiemelt hőségriadó esetén a kollégák azokat a munkákat, amiket lehet, azt elhalasztották, illetve elhalasztják, és majd egy későbbi időpontban fogják ezeket a tervezett munkákat elvégezni. Az E.ON tájékoztatása szerint ezt az intézkedést a hőségriadó ideje alatt továbbra is fenntartják. Az új karbantartási időpontról az érintett ügyfelek szórólap útján a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően 15 nappal a munkálatok megkezdése előtt tájékoztatást kapnak majd.